Itt a határmenti Barabáson volt először lehetősége a helyieknek kipróbálni az egészségügyi szűrőbuszokat Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Erre az országjáró programra azért is volt szükség, mert hazánkban is az látszik, mint minden fejlett országban, hogy a 65 év alatti, vagyis a korai halálozások kétharmadának a hátterében a kardiovaszkuláris, tehát a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek állnak. A buszokon szájüregirák, bőrrák és méhnyakrák szűréseket végeztek a szakemberek, de egészségi állapot felmérésen és életmód tanácsadáson is részt vehettek a helyiek. Az intézetünknek jelen pillanatban összesen 10 darab általános szűrőbusza van, ezekkel járjuk az országot. Az elsődleges cél azon településeknek az elérése, amik 3000 fő lélekszám alattiak, és távol vannak az egészségügyi ellátóközpontokból, ezért is a neve a helybe visszük a szűrővizsgálatokat. Barabáshoz a legközelebbi egészségügyi központ Vásárosnaményban működik. A két település közötti távolság több mint 20 kilométer. A szűrő buszokat nem egy kampányszerű programként indították, szeretnének idővel mindenhova eljutni. A keddi rendezvényen a szakemberek az elsődleges prevenció fontosságát hangsúlyozták. Ez a megelőzést jelenti, ez lenne a legfontosabb mindenki számára. Ez az egészséges életmódot, helyes táplálkozást, sportolást, illetve a szűrővizsgálatokat is takarja. A szűrőbuszos program a másodlagos prevencióról szól. Ebben a fázisban olyan állapotban próbálják diagnosztizálni a betegségeket, amikor még tünetmentesek. Így biztosíthatják a korai kezelést, illetve a megfelelő betegutakat. A megelőzés és a szűrés az nagyon sok mindenre kiterjed, és ugye szájüregi szűrés, az ott lévő elváltozások, nőgyógyászati szűrések, hasi elváltozások, különösen a bélrendszernek a malignus betegségek iránti szűrése, ez mind-mind olyan terület, ahol nagyon nagy előrelépése van szükség, mert az egészségügy az egy rettenetes nagy poliphálózat tulajdonképpen, ami, hogyha megnézzük az emberek hétköznapjait, mindenkinek még a családjába beszűrődik. És olyan anyagi és finanszírozási terhet jelent egy országnak, amiből nagyon nehéz kibújni. Mind anyagi, mind egészségi szempontból ezért tulajdonképpen egyre lefelé tolja minden fejlett ország a megelőzési szintet. Tehát, hogy nagyon korán, vagy megelőzve, vagy a kialakult betegség nagyon korán felismerve kezelve, ez a legolcsóbb, ez a legjobb mindenkinek, mert meggyógyítható a betegség. A prevenciós programhoz a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház is csatlakozott. Minden egészségügyi intézménynek nagyon fontos funkciója és feladata az, hogy minden ilyen úgynevezett primer prevenciós lehetőséget támogasson. Intézményünk is, amikor felkérést kaptunk arra, hogy indul ez a program, akkor mi nagyon örömmel beszálltunk ebbe a dologba, ugyanis intézménye Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórházban a tavalyi évben már elindítottunk 6 darab úgynevezett megyében lévő egészségfejlesztési irodát. Ezeknek az irodáknak szintén az a céljuk, ugye, hogy a halálozást, megbetegedések számát csökkentsék, hisz nagyon jól tudjuk azt, hogy milyen, akár a daganatos halálozás, mennyire rossz helyen vagyunk Európa és világviszonylatban is. Az egészségkultúra tekintetében hazánk még mindig el van maradva más európai országokhoz képest. Sokan élnek mozgásszegény életmódot, nem járnak rendszeresen orvoshoz és nem figyelnek a táplálkozásukra sem. Vannak, akik egész életükben, mások csak egy bizonyos kor felett. Pedig ezekre odafigyelve számos betegség is megelőzhető lenne, hangzott el Barabáson.